Idén is, mint sok éve már januárban, megemlékeztek a Magyarországról 1946-ban kitelepített németekről az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat Nyár utcai épületénél. A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja. A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja hivatalos magyar állami emléknap, melynek létesítéséről 2012-ben hozott határozatot az országgyűlés. Az emléknap dátuma január 19-e, utalva arra, hogy 1946-ban ezen a napon kezdődött meg a magyarországi németek szervezett elüzetése az otthonaikból, kényszerrel nyugatra telepítendő első budaörsi lakosokat szállító vonat szerelvény elindításával. A hazától való búcsú megrázó volt. A visszaemlékezések szerint volt olyan, aki gulágtáborból érkezett haza, és mindjárt be is szállították a vonatba, amely Németország felé vitte őket. A kitelepítettek fejenként 20 kilós batyúval otthonukat, házukat, állataikat, minden ingóságukat hátrahagyva, marhavagonukba zsúfolva utaztak Németország felé. Közel 185 ezer német származású német ajkú polgár került kitelepítésre a II. Világháború után. Sem nekik, sem az itt maradtaknak nem volt könnyű. A háború utáni Németországban nem fogadták őket tárt karokkal. Nagyon sokáig Ungarische Zigeuner, vagyis magyar cigány volt a nevük. Nagyon nehezen és sok-sok év múlva fogadták be őket, látva, hogy milyen szorgalmasan dolgoznak, és egymás segítve élnek. A kitelepítettek évek múlva jöttek csak haza Magyarországra, hogy az itteni rokonaikat meglátogathassák. Ugyanakkor Magyarországról nem volt lehetséges a kiutazás Németországba. Sok idő telt el, mire hazajöhettek oda, ami számukra mindörökké hazamaradt. A szomorú visszatekintés után Újpest és a Nemzetiségi Önkormányzat képviselője megkoszorúzta az elhurcoltaknak állított táblát, a megemlékezés pedig a magyarországi németek himnuszával zárult.